Én Vas Albert-től az Adjátok vissza a hegyeimet című könyvét hoztam el. Vas Albert-től még én nem olvastam könyvet, ez volt az első, amit így elolvastam. Én egy versenyre készültem, egy próza felolvasó verseny miatt olvastam el inkább. Számomra nagyon érdekes volt, ugyanis egy székely emberről szól, aki korán árvaságra jut, később megházasodik és gyermeke is születik. Egy ideig boldogan él a családjával, de hirtelen megváltozik minden, ugyanis megkapja a katonai behívó parancsát, és háborúba kényszerül. A háborúban rettentő dolgokat él át, embert is kell ölnie, megszökik a háborúból, és hazatér. De amikor hazatér, rájön, hogy mindent elveszít, a családját, a gyermekét, és az otthonát, ahol már nem igazán érzi magát jól, teljesen elidegenedik a hazájától. Bemutatja ez a könyv azt az időszakot, amikor Erdélyt elválasztják Magyarországtól, és Romániához kapcsolják. Szerintem, hogy ugye a diákok és a tinédzserek, ahogyan tanulják ezt történelemből az órákon, jól át tudják érezni az igaz, de én ezzel a könyvvel még jobban így bele tudtam élni magamat abban az időszakban, amikor ez történt. Egészen fájdalmas volt olvasni néha, ugyanis rettentő dolgokat élhettek át azok a magyarok, akiket elválasztottak a családjuktól, és a magyarokkal egészen rosszul bántak velük, igazságtalanok voltak velük, és mindent elveszítettek, ami az övék volt, a jogaiktól, a házaiktól, és a hazájuktól is. Viszont az számomra igazán jó volt ebben a könyvben, ahogyan a főszereplő férfi próbál küzdeni a hazájáért, Erdélyért, és ő ebben a könyvben ő képviseli az egész magyarságot, és nagyon pozitív volt ezt olvasni. Ezt a könyvet azoknak ajánlom inkább, akik szeretik a magyar történelmet, és Erdélyt is, és a benne élő embereket, a természetét, csodás kincsei vannak Erdélynek, és amikor ezt olvastam, teljesen át tudtam magamat adni az egésznek, és majdnem, hogy láttam az egész csodás hegyeket, dombokat, és mindent, ami Erdélyben van.